Csupán néhány karcagi Jobbik szimpatizáns vett részt a szombatesti tüntetésen, ezt kérdésünkre megerősítette a demonstráció egyik helyi résztvevője is. Kicsi, kevesen vagyunk, kicsi a karcagi jobbikos gárda is, meg a Szebb Jövős szervezet is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett demonstrálóktól érdeklődtünk, hogy mit tudnak a karcagi közbiztonság helyzetéről. Honnan értesültetek, és mit tudtok a karcagi helyzetről például? Tudtok valamit? Ti tudtok valamit arról, hogy itt mik történnek? A karcagiakat nem nagyon látunk. Köszönjük szépen! A gyülekezők között stábunk észrevette a médiából már ismert karcagi fiatalembert, aki ellen a közelmúltban eljárás indult, mert édesanyjára fegyvert fogott. A magát megtorlónak nevező férfi válaszolt kérdésünkre, ám dr. Lukács László György javaslatára azonnal letiltotta az interjút. Jogi képviselővel jár el. Tessék, ennyi. A demonstrálók a Villamos utcán fordultak le a Széchenyi sugárútról, stábunk viszont tovább ment a Délibáb utcáig, ahol a híresztelések ellenére sem kaszával, sem kapával felfegyverkezett embereket nem láttunk. A karcagi Jobbik szervezetének elnökét szintén arról kérdeztük, hogy miért vannak kevesen a tüntetésen. Hány főt várnak ide a mai demonstrációra, és hogyan gondolják, hogy elérik-e a céljukat? Hiszen most ennek a rendezvénynek a rendőri biztosítása ugye az állampolgárok adó forintjaiból történik. Most egyelőre még úgy tűnik, hogy több rendőr van a városban, mint ahány felvonuló. Ez egy nagyon jó hír, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bűnözők valószínűleg vagy elmentek a városból, vagy nagyon el is bújtak. Tehát úgy mondom, ez egy pozitív eredmény. Az, hogy ez milyen adóforintokba kerül, hát ebben most nem mélyedjünk bele. Az is sok adóforintba kerül, hogyha egy idős embert hetekig kell kórházba kezelni, és még sok minden más sok-sok adóforintba kerül, amit a lakosságnak kell kifizetni. Tehát úgy gondolom, hogy egy rendezvény, ha a rendőrség ekkora erővel gondolja a biztosítását, ez abszolút az ő megítélésük. Úgy gondolom, hogy nekünk igazándiból az a 6 rendező, aki erre az eseményre úgymond felügyel, bőven elegendő. A felvonulás beszédekkel rendzavarás nélkül ért véget.